Elkezdenék akkor ezt a estét. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kedves klubtagok, mielőtt ezt a élményekben valószínűleg igen gazdag estét elkezdenénk, egy szomorú kötelességemnek szeretnék eleget tenni. Március 9-én az egyik tagtársuk, Süli Zakar István professzor úr elhunyt. Biztosan sokan értesültek erről a hírről, akik most hallják először, azok is mindannyian megrendülnek, mert ez olyan hirtelen történt, hogy szinte felfoghatatlan. Kérem, hogy egy perces névafelállással adózzunk az emlékének. Köszönöm szépen, kérem mindenkit, hogy foglaljon helyet. Hát a mai estének a címe Sirka a Belcanto világában. Talán nem kell különösen magyaráznom, hogy mit is jelent az, hogy Belcanto. Én az Wikipédiához a következő információhoz jutottam. A Belcanto egy olasz operai kifejezés, jelentése szép ének, amely olyan éneklési technikát jelent, ami a tökéletes dallamformálást helyezi az előadás középpontjába. A hang mozgékonyságán, a hangképzés kiegyenlítettségén alapul, a zeneszerzők az énekhangot már-már instrumentumként, tehát hangszerként használták. A Belcanto operákban gyönyörű árián szólaltak meg. Hosszú időn át magába foglalta a rögtönzés és a díszítés művészetét is, később az énekes szólam rögzült, Gluck és Rossini esetében, majd a drámaiság is társult hozzá Donizetti esetében. Verdinél és a francia nagyoperákban az éneklés már jobban eltávolodott a drámai kifejezés és a deklamáció irányával. A Belcanto a 17.-19. században volt a legnépszerűbb, főleg az olasz operában, kiváltképpen a nápolyi iskolában. Híres Belcanto áriák, ezt azt hiszem mindannyian ismerjük ezeket, a Normának a Cavatinája, Bellini szerzeménye, Malatesta és Don Pasquale kettőse, Donizetti Don Pasquale című operájából, vagy Nevorino románca a szerelmi bájotából, a Rágoló Mária, Rossini, a Szeviai Borbé című operájából. Ezek a közismert darabok. A Belcanto aranykora 1805-1830-ra tehető, ebben az időszakban igen sok több operaszerző működött, Donizetti, Bellini, Rossini. Ők alkották ekkor a stílus legnevezetesebb műveit. Hát ez a mai este a Belcantóról szól. A történetéhez, az előzményeként azt szeretném elmondani, hogy egy hasonló koncert az tavaly ősszel megvalósult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Liszt Ferenc termében, és akkor ez ott olyan sikeres volt, hogy úgy gondoltam, hogy a klub tagjainak is meg kell hallani ezt a hanganyagot, és egy pár mondatban még elmutatnám a szereplőinket, az előadóinkat. Francesca Provisionato Modenában született, először zongorát tanult, az Orazio Vecchi zeneiskolában tanult, majd az UK Martini Bolognai Konzervatóriumban. Itt summa cum laude eredménnyel szerezte meg a diplomáját, közben a Bolognai Egyetemen külföldi nyelvekből és irodalomból is diplomát szerzett, ezt követően ismét a Bolognai Konzervatóriumban tanult, ahol a legmagasabb minősítéssel végzett. 1990-ben debütált, Cherubino szerepével a Figaro házasságában a Teatro Comunale a Treviso operaházban, és ekkor nyerte meg, ebben az évben nyerte el a Totti dal Monte nemzetközi énekversenynek az első díját is. Szereti Mozart és Rossini szerepeit, ezen túlmenően a barokk operát, a francia darabokat és a 20. századi kortárs zenét is. A férje Kocsár Balázs, illetve a felesége Kocsár Balázsnak, nem tudom ezt tudjuk mondani. Aki egyébként most március 15-én érdemes művész kitüntetésben részesült, és ezt mondom, gratulálok ez a szép elismerésre. Kísérője Anducska Katalin zongoraművész lesz, aki a tanár végzettségét a Debrecen Egyetem zeneművészeti karán szerezte, Duffek Mihály tanítványként, szintén jelen van. A karon 2002 óta zongora kísérőként tevékenykedik, és zongora kötelező tárgyat tanít.
2002-ben az országos Schumann-Dohnányi zongora versenyen harmadik helyezést ért el. Hát azóta számos koncertet adott, és szólistaként, zongora kísérőként számos koncerten lépett fel. 2017-ben mesteroktató lett. És gratulálunk! Az én terveim elfogytak, és akkor megkérem tőnészeinket, hogy kezdődjék a koncert. A koncert programját mindenki a székén megtalálja. Hát nem tudom, hogy pont ebben a sorrendben fognak el a dalok elhangzani, de ebben a sorrendben fognak elhangzani. Köszönöm szépen! Most éppen az utolsó volt, hogy tudjuk, hogy csalta engem, és akkor nem fogsz változni. Tehát a téma az nem egy filozófikus téma, tehát nem kell kérni, hogy most nem értek a szöveget, és akkor nem értek, hogy jobban szó. Csak akartam mondani, tehát a Judit nincs, és akkor egy pár szó, de ilyen könnyű magyarázatot akartam adni, hogy az első két dal, ez ilyen R&B-ká, tehát ilyen barokk, szerű zeneszerzőről van szó, tehát kettő, mert igazából a Belcanto Olaszországból mindig volt, tehát ott is lehet használni, nem csak amikor a Bellini Dorizetti-Rossini időben beszéltek róla, és majd a végén lesz a Toszti, aki az már 1900-ban élt, tehát egy kicsit modernebb, és azért raktam ez a volt a séta a címe, mert nézzünk az időben, hogy használták. És minden zeneszerző van két dal, tehát ilyen kamera árja, még egy árja, opera árja, mert akartam mutatni, amikor ezt gondoltam, és az egyetemen csináltuk. Akartam mutatni a diákoknak, hogy minden, tehát a kamera árja, mint nagyon egyszerű, tehát három oldalról van szó, vagy négy maximum, benne van már a stílus. Tehát ez a Donizetti, aki pontosan írt a Malatesta, meg nem tudom mit ismerte, és benne van ez a vicc,
még ami utána az operában is lehet találni. Most lesz egy másik dal, mint Donizettiból, és utána lesz az ária, Lucrezia Borgia, ez egy boldal. Tehát a Mafior színig ez ilyen nadrágszerep, és pontosan akkor mondja, hogy ünnepeljünk, boldog legyünk, hát az a Carpe Diem, mert holnap nem tudjuk, mi lesz, hogy lesz. Ez az első, tehát körülbelül... Dolore, caro amore, caro, caro.
Majd kint szolgálok is. Nem csak lesz egy kis szünet a hangarisztáron, hogy abban is tisztázni, de nem úgy van, hogy én ő a férjem. Tehát Magyarországon persze, hogy én vagyok a felesége, hol a szországon ő a férjem, mert amikor itt vagyok, és akkor hogy hívni a provizionátor, hát hogy kell írni, hát ez az. De PR, dupla, kettő, dupla, nem dupla, kettő, hol nem, Francesca, Franz, ott viszont, amikor kell mondani, hogy ír a kocsára, de azt kell írni kokszán, de X, nem X, kokszán. És pontosan ma van a 20 év, házasság. Azért mondom, mert a polgári házasság és Olaszországban voltunk, és akkor úgy volt, hogy oké, ott állunk. Na, Francesca provizionálat ment. Hát igen. Most kokszár! Ez már jó! Akkor feliségül lenni, de ez már ment. Ott az egyik tanú az volt Vereckei Attila, ami hát ez már fehér volt a nő szegény, hogy Vereckei Attila! Attila, és végül tudta valamit mondani. Azért mondtam, hogy és van az ária, a harmadik ária, a Romeo és Giulia, Romeo írta, és Romeo abban a pillanatban, abban a jelenben. Abban a pillanat azt hiszik, hogy Giulietta meghalt, és akkor ő sír utána, tehát utána mindenki. Az ária, tehát arról van szó.
Peace.
Amikor én nem énekeltem,
éppen siettem. Nem mondom, miért? Hát mert unalmas. De ez most nem tudom, hiszen mikor jönnek a leglassabb rész, és... De hát ez. Következik a rossz film. Mindenki ismeri a figyelmet, vagy mindenki szivilja. Most viszont direkt gonosz vagyok. Tehát a dalok ilyen vicce, lesz a canzonetta spagnola, spanyolul, lesz egy francia dal, amiről, tehát a spanyol az, az semmi, tehát ez lévjáték. Igazából, tehát nem mondja semmi, tehát ott voltam, festettem, és akkor jött a múzám, és zavart. Ez csak a játék, a hangok, meg a konyban építve. Viszont a francia az a mesélik, hogy van egy lány, egy cigány lány, aki meg énekel, és ez a munkája. Akkor is a szomorú, neki kell énekelni. És ő fog énekelni, mert az Isten segít. Viszont az árja nem buffo, nem vicces, hanem a Mosaico Egitto, tehát az a komoly operátor, hogy kell mondani? Opera seria, tehát az opera seria, tehát a történet mindenki meghalt, tehát nem ez a Vergéri Szivilje, és ez egy ima, mert nem mindenki ismeri ez az oldal, a Rossini ezen a oldalát. Azért direkt csináltam, hogy lehet nézni, hogy volt más is, nem csak amit ismerünk. Cuando la muerte
elkezdettem a Verdi, amikor már... Meggondoltam, mert a papíron jól nézett ki. Verdit mindenki ismeri, az az érdekesség most, hogy az tornello, ez ilyen buffó. Tehát a szöveg, meg a zene is, azt mondja, hát te mondod, hogy nem szeret engem, én sem. Mondod, hogy másra figyelsz, én is. És akkor most teljesen mindegy, tipikus kulasz. De nekem mindegy. Ez lesz a tornello. És mindegy, madár, én fogok énekelni, csókolom. Ez a téma. Oh.
Thank you.
anyák szüleim értek, és akkor ez volt neki a könnyű zene, mint a Folemio, mint sok minden, amit diszkordálni meg, és a Poszi Istennek van sok dolog, az első, ez itt a Kurembezér, ez ilyen könnyű zene, de azért, ahogy mondtam előtte, szépen énekelni, ez nem annyira könnyű. A második dal viszont, ez nápolyi dialektusban van, és ez volt egy ilyen versenyezte. Volt egy, szerintem Dannunzio írt a szöveg, de ez ilyen könnyű igazából, mert ez a tejfajok, szépek, rózsaszínek, nincs értelme, nagy értelme. És akkor, hát, csak szép, dallamos, napoly, akcentus, Csinálunk egy hangulatot, hogy a következő, és így befejezzük.
tudás. 200 év fogott át ez a program, azt gondolom, hogy maradandó emlék mindegyünk számára. Nagyon szépen köszönjük! Házassága 1996-os felvétel az megtalálható a YouTube-on, és további fontos felvételek, és Andocska Katalinnak is számos előadása felvétele megtalálható. Úgyhogy akik tovább szeretnének gyönyörködni az ő előadásukban, azoknak ajánlom ezeket a felvételeket, tehát ezt a ma estét be kell valahogy fejezni, úgyhogy következzen a pezsgő, és következzen a vacsora, amire mindenkit szeretettel hívunk.